Sziasztok! A mai videóban egy különleges történetet mutatunk be nektek, mely az álmok világával kapcsolatos. Néhány évvel ezelőtt készült egy fantomkép egy férfi arcáról, akiről rengetegen állították, hogy szerepelt már az álmaikban. Mielőtt azonban belemennénk a részletekbe, írjátok meg kommentben, nektek mi volt az eddigi legérdekesebb álmotok. Biztosak vagyunk benne, hogy rengeteg érdekes történetet fogtok majd velünk és egymással megosztani. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az elsők között szeretnétek értesülni a legújabb videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is, és válasszátok az összes opciót. Na kezdjük! A történet 2006-ban kezdődött, amikor egy nő arról mesélt pszichológusának, hogy egy rejtélyes férfi rendszeresen megjelenik az álmaiban. Állítása szerint a való életben sosem találkozott vele, nem tudja ki lehet, az álmaiban viszont rendszerint szerepel, sőt mi több, a rejtélyes alak még különböző tanácsokkal is el szokta őt látni. Idáig ebben semmi rendkívüli nincs, na de mi történt ezután? A nő lerajzolta a férfi arcát, melyet természetesen meg is mutatott a pszichológusának. Nem sokkal később egy új páciens érkezett a rendelőbe, aki a férfi arcáról készült kép láttán igencsak meghökkent. Azt állította, hogy ő is találkozott már vele az álmaiban, és ebben az esetben is tanácsadó szerepben tűnt fel. A pszichológus ennek hallatán kollégái körében is terjeszteni kezdte a férfi arcáról készült képet, melynek hatására nők százai, később ezrei jelezték, hogy az ő álmaikban is felbukkant már. A történet a rejtélyes férfiról hamar bejárta az egész világot, ám azt továbbra sem tudja senki megmondani, hogy ki lehet ez az ember. Számos teória is született már róla, melyek magyarázatot keresnek erre a furcsaságra. Egy merészebb elmélet szerint a férfi valóban létezik, aki egy álomlovas, vagyis képes arra, hogy belépjen mások álmaiba. Ez az elképzelés kísértetiesen hasonlít az Eredet című nagy sikerű filmre, csak itt nem DiCaprio, hanem ez a különös fickó a főszereplő. Egy kevésbé filmbe illő teória szerint csupán arról van szó, hogy a férfi csak hasonlít arra, akit mások láttak az álmaikban, mindössze az agyuk űz velük tréfát, és kapcsolja össze az általuk látott alakot a fantomképpel. Ti mit gondoltok erről? Elképzelhetőnek tartjátok, hogy egy valódi álomlovas járkál álomról álomra, vagy valami másról van szó? Várjuk a válaszaitokat kommentben. Ezzel a videó végére értünk. Reméljük tetszett nektek, ha így van, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek. Ennyi volt mára, találkozunk a következő videóban. Na sziasztok!